Kolos itt végig terrorizál engem, mert rajta van kesztyű, meg meleg kabát is, úgyhogy most én kicsit megterrorizállak téged. Sorrento vagy Santa Fe? Neked melyik jön be jobban? Nem tudom. Na, mondjál valamit. Azért, mert jobban vagy a Kia importőrrel, azért nem mered mondani. Nem igaz. Nem is azért. Azt diktálná a józanész, hogy a Sorrento kéne, ha a kettő közül kell választani, mert olcsóbb, és hogy újabb generáció, ez meg csak egy facelift. De ez se teljesen igaz, ugyanis ennek az autónak a facelift során kicserélték az alapjait a Sorrentóra. Tehát azzal a technológia is megérkezett. Azért nehéz ezt a dolgot így megugrani, mert mind a kettő nagyon jó autó, de van közöttük egy alapvető különbség. Az alapvető különbség pedig ez. Ha hideg is van, nincs mese, járjuk körbe a Santa Fe-t. Hát azt hiszem, ez a nézet, ez, ha azt mondom, hogy markáns, akkor lehet, hogy nem voltam elég kifejező. Egy kicsit már talán túl sok is, nem? Tehát, hogy így jön veled szembe egy hatalmas hűtőrács. Egyébként ugye a lámpákat, mint jól látható, szétszették. Ez itt mutatom, nézd, Kolos, ez itt, így, meg így. Ez így a helyzetjelző, vagy a nappali menetfény, tor kalapáccsára emlékezve. Ez itt fönt az irányjelző, és itt vannak a távolsági fényszóró, meg a sima tompított fényszóró fényei. Hát ugye ez így masszív. Ezt meglátod a tükörben, akkor azért úgy ott van. Kicsit olyan távol-keleties. Oldalról már sokkal konzervatívabb a dolog. Ez egy hatalmas, nagy, családi SUV. Szépen ki van emelve a hátulja egyébként, ha megnézed. És még a hátsó részen szeretném figyelmetekbe idézni, hogy a két lámpatestet összeköti itt egy csík, élnek a 80-as évek, viszont az nem világít. Az irányjelző meg ide alulra van leköltöztetve, ez egy kicsit azért olyan sérülékeny hely. Hatalmas a csomagtér, ez most itt az ötüléses verzió, és hogyha egy közel állok hozzá, így valamikor így kinyílt nekem így magától. Amikor így... Ha be volt zárva, és közel jöttél. Na várjál, bezárom. Most jól közel jövök hozzá. Pár másodpercig kell itt állni. Valahogy kinyílt. Na mindegy, nyissuk ki gombbal. A csomagtér méreteiről Kolos mindjárt nyilatkozik. 634. Én erre a számra emlékszem, de baromi nagy. De jó nagy. És hát ugye innen is látszik, hogy az egész autó milyen hatalmas belső térrel rendelkezik. Még a mai tesztben keressük meg arra a kérdésre is a választ, hogy vajon a Hyundai ezzel a modellel, ezzel az árképzéssel és ezzel a minőségével elérhet-e azokhoz a vásárlókhoz, akik mondjuk 15 és 20 millió forint között szeretnének költeni az autóra. Jó? Tehát, hogy valid választás-e, mondjuk ez az autó 17-18-19 millió forintért, valid választás-e, mondjuk szembe egy prémium német gyártmány. Sorrentóval megegyező módon a legújabb felézeti rendszereket kapta meg a Santa Fe is természetesen. Egyébként házon belül azt tudnotok kell, hogy a Hyundai van egy picit magasabbra pozícionálva. De az, ami a Sorrentóban nincs, mert digitálisan van megoldva, meg érintőgombokkal, az a parancsnoki központ. Mint hogyha egy űrhajót vezetnél, vagy valami nagyon komoly dolgot. Lehetne programozni ezt a dolgot, tele van mindenütt gombokkal. Talán már egy picit sok is ez a gomb. Van benne egy nagyon szép részlet, ezt külön kiemelném, ez az üzemmód választó. A gombsor pedig néha egy picit már frusztrálóan sok. De benne van az érzés, hogy sok pénzért sok gombot kapsz. Érted? Folytassuk még egy kicsit itt bent a kalandozásainkat. A sok gomb között talán észrevettétek, hogy nincs váltókar, mert az is gombokkal van megoldva. Először ezt az elektromos konában láttuk, amikor négy gombbal oldják ezt meg. És van egy nagyon jó kis praktikus rész. Nézd,
A mobiltelefon az minden autóban önálló életet él. Ide-oda csúszkál, általában ide középre van betéve egy fak, ahova úgy beteszed és össze-össze csúszkál. Na figyelj, Sorrentóék hogy csinált? Sorrentóék. Rosszat beszélsz te. Santafék hogy csináltak? Úgy csinálták, hogy állítva állítod be, vagy állítva rakod bele, egy kis ajtócskát így lenyomsz, ami oda is nyomja, és ott tartja, és nem csúszkál, nem esik szét, itt van. Zseniális a jó ötlet. Igen. A fedélzeti rendszereket már ismerjük, korábbi modellekből, például a Tucsonból benne van az a sok őrület is, amikor ugye a lobogó fahasába, a hóban lépkedő ember, meg a meg tudom én micsoda, de ettől függetlenül ez egy nagyon jó rendszer, nagyon jól kezelhető. És ami még egy picit eltolja az én érzékelésemet a prémium irányában, az a felhasznált anyagok minősége, az ülés, az, hogy színes, és még ez a pult is, hogy kicsit ilyen osztott kiképzésű. Látszik, hogy ezzel az autóval azért törődtek. Ez valóban egy sok pénzért, nagyon sok autó. Sok pénzért, nagyon sok. A Hyundai Santa Fe 5 vagy 7 üléses változatban kapható, ami a motorizáltságát illeti, a 2.2-es dízel, a tesztautó is, 202 lóerővel 440 Nm-re, ami szerintem az egyik legjobb választás, érhető el, vagy az 1.6-os turbos benzin alapú sima hibrid, vagy ugyanez plug-in hibrid kivitelben, ez a három, ami a hajtásláncot illeti. A hajtása lehet két kerék, vagy négy kerék hajtású, de minden Santa Fe automata váltót kap, ebben is egy 8 fokozatú automata dolgozik, és ezzel a dízelmotorral tényleg nagyon jól össze van hangolva, 8,5 literes a fogyasztása. Nekem ez lenne a választásom. A Sorrentóban próbáltuk a hibridet és a plug-in hibridet, nem volt annyira meggyőző. A plug-in hibrid meg ráadásul drága. 13,2 millió forinttól indul ezzel a dízellel, de ez a felszereltségű, ilyen kinézetű Santa Fe bizony közelebb van már a 19 millió forinthoz. De még azért a pénzért is valószínűleg sokkal többet kapsz, mint hogyha mondjuk egy német versenytársal kezdenél. És van még egy dolog, amit szeretnék elmondani a vezetése kapcsán. Nagyon jól és kényelmesen vezethető, ez egy utazóautó. Kicsit a kormánya az olyan suta. De a vezetési érzeted az európai. Ezt már korábban is mondtam, talán a Tucsonnál, hogy nagyon jó lesik, vagy nagyon jó érzés egy európai embernek, hogy európai érzetű autót kap. Mire gondolok? Próbáljátok ki mondjuk egy japán versenytársat, az egyik legnépszerűbbet, és ott nem kapsz európai érzetű vezetést. Úgyhogy még ez még így hozzátesz a dologhoz, ez nekem teljesen német érzetű. Kicsit sut a kormánnyal. Ugye ennek az autónak a kapcsán folyamatosan az járt a fejemben, hogy vajon be tudja-e hívni a Hyundai azokat az ügyfeleket, akik 15, 16, 17, 19 millióért vásárolnának autók, és ez egy picit úgy voltam vele, hogy azért ez egy meredek feltételezés. Ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy a teszt végére arról győztem meg magamat, hogy igen. Ugyanis, hogyha egy ilyen felszereltségű német versenytársat keresel, akkor biztos, hogy sokkal többet kell érte fizessél. Ez a minőség pedig bőven hozza a német versenytársak színvonalát. Ráadásul nagyon bőven mérik a garanciát. Ugye a Hyundai-nál 5 év kilométer korlát nélküli a gari. Úgyhogy azt mondom, hogy ha eddig azt gondoltad, hogy 15 plusz millióért értelmetlen dolog mondjuk Hyundai-ban gondolkozni, eljött az ideje, hogy ezt felülbíráld. Ugyanis lehet, hogy a nap végén jobban jársz egy ilyen autóval, mint mondjuk egy X3-assal, aha, Suzuki először, figyelj, nem tudja kivárni, jobban jársz, mint egy X3-assal, vagy mint egy Audi Q5-össel. És ez ebben a nagy felismerés. Ez az autó abszolút hozza azt a minőséget. Köszönöm, ha tetszett, dobj egy lájkot, iratkozz fel a YouTube-ra, Facebook-ra, Instára, és most már a TikTokon is megtalálsz minket, kövess be, sokat segítesz, hogyha mindegyik csatornán ott vagy és támogatsz minket. Kolos Padavánnal együtt búcsúzunk, szevasztok, aloha!